Sűrt, de a percek a Mex Rádióban. A műsor támogatója www.sütkötőjeltea.hu. Kedves Mex Rádió hallgatók, ismét Sültea percek itt a Mex Rádióban. Ha minden igaz, akkor itt van a vonalban szakértőnk a Sültea részéről, Hugyec József. Szia Józsi! Jó reggelt, üdvözlök mindenkit! Kicsit beszéljünk most a termékeink egyik változatáról, a juice-okról, ami az egyedi ízvilágokat hozza elő a gyümölcsökből. Összetettem, tehát egy bizonyos gyümölcsöz, egy bizonyos fűszeraromát használunk, és ebből, vagy egy másik zöldségféle gyümölcsöt használunk hozzá, és ezáltal keletkeznek ilyen kis érdekes úgynevezett házi jellegű gyúzaink, amit kevésbé használnak a többi fejlesztő cégek, vagy forgalmazó cégek, gyártó cégek, de mi úgy gondoltuk, hogy mi nem is akarunk mindig ugyanolyat csinálni, mint a többiek. Mi egyedi vagyunk a sültejákkal, egyedi vagyunk a gyúzaikkal, a jegestejeinkkal, és ezért alkotunk ilyen dolgokat. Tehát a termék maga ugyancsak az ebetűmentes termékek közé tartozik, mint ahogy eddig is erről beszéltünk. Amikor a sültejákat gyártjuk, és ugye kézzel válogatott gyümölcsök kerülnek be az üvegbe, akkor keletkeznek ezek a tört szemek, amik nem jól néznek ki a sültejában, mint darabos gyümölcsök, ezért ezeket szelektálva félre rakjuk. Ezek kerülhetnek be a majdani gyúzos kategóriába, vagy szörpös kategóriába, amiket gyártunk úgynevezett ilyen végtermékként. Tehát végtermék ugyan, de gyümölcsből van. Tehát úgy végtermék, hogy a tört szemeket egy vákumkutter van olyan sűrű gyorsvágó késekkel, hogy dolgozunk, amikor abszolút sűrű terméket van a készített, és ott teljesen mindegy, hogy a félszemek kerülnek bele, vagy az egész, tehát a levágatáskor keletkeznek ezek a félszemek, amik belekerülnek egy ilyen edénybe, ami fűthető, és kések vannak benne. Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy egy bizonyos termékünk, mondjuk nézzünk egy 100 literes edényt, tehát egymikor egy bizonyos termékünkbe, 100 literbe berakunk 30 kg gyümölcsöt, vagy 35 kg gyümölcsöt, és 65 liter vizet, akkor ez egy 35%-os telítettségű juice lesz, ami egy sűrű állapotú, tehát ettől nagyon többet, 35-40%-nál nagyon többet nem lehet berakni, hisz akkor nem jön neki már az üvegből. Tehát ezeket a termékeket mondjuk nézzünk egy olyat, amit úgy mindenki ismerhet, mondjuk a cékla gyömbérrel. Tehát magát, igen, a céklát ugye ugyanúgy lenyomatjuk a gépen, hozzáadjuk az adott mennyiségű általunk kikísérletezett gyömbért, és egy ilyen cékla gyömbéres gyúzt fogunk kapni, ami egy reggeli italként, vagy egy délutáni frissítő italként ugyanúgy használtam, mint bárhol, bármikor, bármilyen eseménykor, vagy egy fekete ribizli zeller. Igen, ezek egy érdekes összetevők, de hogyha azt nézzük, hogy milyen antioxidáns tartalma egy fekete ribizlinek, és milyen jótékony hatása van a zellernek, akkor a kettő együtt egy nagyon érdekes kis csodás italt alkothat. Nem beszélünk a málnával, ugye a málnafahéj, vagy a megy levendula, vagy megy kardamom. Tehát ezek az italok mind természetes anyagból is egy csodálatos ízvilágot alkotnak. Nem egyszerű ezeket elkészíteni, sokat kísérleteztünk vele, mire odáig eljutott, hogy ebből egy ilyen kereskedelmi forgalomba hozható, jó minőségű, tartós és egészséges italt készítsünk. Sok munka áll mögötte, de hozzáteszem, tehát nagyon fontos az, hogy minden egyes alapanyagunkhoz a megfelelő minőségű, tehát itt sem lehet, a tört szemeken kívül itt sem lehet belerakni penészes gyümölcsöt, túlérett, elrohadt gyümölcsöt, hisz az ízében ez azonnal jelentkezne, és itt ezt mi nem engedhetjük meg magunknak, hogy olyat csinálják. Akkor az sajnálattal, de
de a selejtezésre megy, hogyha ilyen belekerülhetne, hisz azért mondtam azt mindig, kézzel válogatott, nincs gépsor, manufaktorális kis üzem, tehát nem szabad, hogy belekerüljenek rossz szemek, hisz akkor több száz, esetleg több ezer üveg is történhet olyan helyzetben, hogy megsemmisítésre kerüljön. Tehát ami gazdaságilag ugye egy ilyen kis vállalkozás, egy ilyen kis üzemnél nem megengedhető. Az odafigyelés, a precíz munka, az mindig meghozza a gyümölcsét. Nem kell sokat csinálni, nem kell sokat gyártani, csak oda kell figyelni a megfelelő mennyiségre, amit legyártunk. És ugyanezekből a termékekből, bocsáss meg még ezt befejezni, és utána beszélni még, tehát hogy ugyanezekből a termékekből, amiből gyúszt csinálunk, ugyanezekből a termékekből készítünk szörpet is. Hisz azt mondjuk, hogy a szörpnél ugyanúgy dúsztalásos eljárásos szörkészítés, amíg a gyúzoknál nem használunk igazából cukor adalékot, hisz van a fruktóza saját cukortartalma, addig sajnos a szörpöknél ott azért olyan töménységű az anyagfelhasználás, hogy ott muszáj egy kicsit a cukorral dominálni azt az enyhén savas ízt, amit a gyümölcsök ilyen tömény mennyiségben alkotnának magukból. Tehát amíg a juice az abszolút naturális, addig a szörpnél sajnos kénytelenek vagyunk mi is normális barna cukrot vagy fehér cukrot használni. Parancsolj! Azt akartam csak mondani, hogy egyrészt ugye a juice-okat már kóstoltam én is, ez a málna fahéj, ez most nagyon megfogott, ezt még meg akarom mindenképpen kóstolni. A másik, hogy a szörpök esetében pedig ugye mindenki maga dönti el azt ugyanúgy, ahogy a kereskedelmi forgalomban megszokott szörpöknél is, hogy mennyi vizet vagy szódát teszünk hozzá, ki mivel vissza. És azt vettem észre, hogy a szörpöt, amikor megkóstoltam, akkor jóval kevesebb kellett belőle, mert sokkal intenzívebb az íze. Jól gondolom én ezt, Józsi, hogy ez valahogy erősebb, mint a megszokott szörpök. Így van. Tehát azért mondtam azt, hogy amikor egy nagyon bizonyos tehát nagyobb gyümölcs tartalomnál egy bizonyos mennyiségű cukorral kompenzálni kell a savasságot, hisz amíg egy juice-nál 35-38-40% gyümölcs tartalmat használunk, vagy gyümölcs-zöldség tartalmat használunk, addig a szörpöknél akár ez 70% is lehet. Na most ennél az alacsony mérséknél, tehát 25-30%-nál, ott azt jelenti, hogy a gyümölcs tartalmas savasságot még kompenzálni lehet a víz higításával. Viszont amikor előállítunk egy ilyen tömény szörpöt, ami ilyen 70%-os, és tényleg a sűrűségéből is az látszik, hogy öntöd, és éppen hogy csak jön a bor az üvegből, ez azt jelenti, hogy nem a cukorszirup fogja össze, hanem maga a gyümölcs tartalom, és a cukor adalék azért kell hozzá, hogy egy málna szörpöt ne savanyú málnának érezzünk, hanem egy picit hozzuk vissza, de itt sem használunk mesterséges cukrokat, csak a normál barna vagy fehér cukrot, tehát tehát policy-t, meg ilyen, tehát ezek már egy kémiai szerek, ezeket nem használjuk, igaz, hogy nem egészséges annyira a cukor sem, de hát sajnos vannak dolgok, amiket nem tudunk kihagyni. A nagymama is lecsöpögtette annak idején a málna szörpöt, emlékszem el kisgyerekkoromban, hogy a málnát berakta egy ilyen habzsákszerű kis szőtt vászonzsákba, és fölakasztotta a teraszra, és ahogy sütött a nap, úgy tötyett meg a málna, és folyt át alé a kis lavorkába, alatta levő elhelyezett lavorkába a saját magától, néha megnyomkodta a zsákot, és jött be alé, de ha megkóstoltam azt a málna, a lecsöpögött málnait, akkor egy savas lé volt, és oda a nagymama is hozzátette a cukrot ahhoz, és akkor az került be, fölforralta, tehát zárt üvegben, dúszban főzte, és ebből adtuk a spejzést, télen a legcsodálatosabb gyümölcsöket kaptuk. Mi ugyanezt csináljuk, csak egy gyorsított eljárással, de itt sajnos a cukrot használni kell. De ezt mindig elmondom mindenhol, hogy a többinél annyira nem, de itt azért intenzívebben sajnos használni kell hozzá cukrot, mint értem, ahogy a lekvároknál is. Megint kapni fogok, hogy Max már megint leragadt valaminél, de árulja el nekem valamit, Józsi, ez a málna fahéj, hogy a málna meg a fahéj, szóval ezek az ötletek, ezek honnan jönnek, azon kívül, hogy a természetes színezőanyag, stb., amiről már beszéltünk, de hogy ez a málna fahéj, ez a te agyadból pattant ki?
Összességében igen, mint az elején, a leges-leges-legelején elkezdtünk beszélgetni, akkor úgy elemeztem, hogy 1978-ban végeztem az iskolámat Budapesten, akkor még MK Kalocsa Csárda Pannonia Szálloda Központ, mint szakács. Szálloda és vendéglátóipari központban, mint szakács. Dolgoztam több helyen, kihelyezett helyeken, és úgy érdekelt ez az egész. Miután bekerültem vidékről egy keresztapám segítségével, mert annak idején a rendszerváltás előtt nagyon nehéz volt bejutni Budapestre egy vidéki kis srácnak, de miután az én ismerősöm az a Mátyás pincében volt, ezért be tudott engem kicsit protezsálni, hogy ez a fiú tanulni akar, hogy foglalkozzanak velem. Hát én tanulni akartam, foglalkoztak is velem, kicsit elnyomva is voltam, mert hát mégiscsak vidéki srác, mégiscsak egy Jersey pulóverbe oda mentem, de én akartam. Tehát egy év után rájöttek a úgynevezett oktatóim, hogy az MK-be Pallós Gábor urat megemlítve, mint séfet, aki a napig is észrevette azt, hogy én akarok, és én nem a raktárt pakoltam, hanem én a konyhába dolgoztam. Igaz, hogy nagyon sokat kaptam, de nagyon sokat is tanultam belőle. És ezek, amikor én hazajöttem, tehát amikor én vidékről visszamentem a Budapestre, tehát egy ilyen hétvégéről haza visszaértem, akkor vittem ezeket a gyümölcsöket, és kísérletezgettünk ott, hogy mit, hogyan fogunk csinálni, mit lehet ebből, hogyan csináljuk a málnalekvárt, és akkor ezeket, sárgarépa süteményt, sose hallottak ilyeneket, tehát ez egy fiskót alapon, nagyon finom, egyébként nagyon finom, és a séfem is elcsodálkozott, sőt, annak idején a Maximnak az igazgatója úgy bejött a konyhába, és ugye az MK és a Maxim az össze volt kötve, és bejött a konyha, és megkérdezte, hogy ez mi, és akkor mondták, hogy sárga lépa sütemény, és a kis tanuló gyerek hozta otthonról, anyukája sütötte, és ő is elmosolyodott, és amikor belekóstoltak, azt mondta, azt a mindenik. Szóval a maga a sárga lépa, az édessége, és az egyéb íze, az a rózsaszín narancssárgás kisült állapotban, ez egy nagyon érdekes sütemény volt, ilyen piskót alapú. Na, és jöttek ezek a gondolatok bennem, hogy igen, tehát bizonyos, hát ugye nagyon kevesen ismerik a kardamom, tehát gyakorlatilag, mint például a szerecsendió. Oké, van szerecsendió, tesszük a burgonyapürébe, de mondjuk megpróbálunk egy sütőtőkrémlevesbe szerecsendiót rakni, meg fogja változtatni ezeket, kiemeli az ízeket. Tehát mondjuk egy fahéj, jellegzetesen ilyen, mindig azt mondják, hogy túróslepény, fahéjas túróslepény, vagy egy ilyen forró teja fahéjjal, puncs fahéjjal, ilyesmi, tehát mindig az egy illatanyag. És amikor jönnek ezek az illatanyagok, akkor jön hozzá egy málna. És ha beleszagolsz egy málnaszőrbe, egy üres málnaszőrbe, és beleszagolsz egy fahéjba, akkor és ha kettőt egymás mellé rakod, akkor mara érdekesen egy nagyon kellemes illatanyag fog előkerülni. A kardamom ugyanez. Van, aki a gyömbérre esküszik. A gyömbérnek is van illatanyaga, sőt, szúró illatú, viszont nagyon egészséges. Hát annak idején pár évvel ezelőtt alig használták a gyömbért. Ma már mindenféle változatban használjuk a gyömbért. Mi használjuk tejába is, saját tejáinkba is, sőt, az étteremben. Húslevesekhez használjuk ízesítőként. Mindennek, mert amikor a 20 évvel ezelőtt ezekhez a úgynevezett kardamom, gyömbér, ilyen-olyan fahéj rúdban nem lehetett hozzájutni, akkor nem használtunk ilyet. De most van, és rájöttünk, hogy ez jó, és az egészséges étkezés, az italfogyasztáshoz, ezek nagyon kellemes összetevők. Igen, egyébként a gyömbér most így késő ősszel, amikor nagyon sok a megfázás, nagyon-nagyon divatba jött az utóbbi években. És hallom, hogy folyamatosan ajánlják is a mindenféle gyömbéres készítményeket, mert hogy ez ősidők óta való a megfázásra. Csak kínai gyógyászat. Így van, pontosan, így ahogy mondod, Józsi. Na, hát nagyon örülök, hogy megint egy kicsit beszélgettünk érdekes dolgokról. Kedves Max Rádió hallgatók, az elmúlt percekben a Schulter részéről szakértőnk Hugyec József volt itt. Józsi, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Üdvözöllek ideket, köszönöm szépen, sziasztok! Szia! Ezek voltak a Schulter percek a Max Rádióban.
A műsor támogatója www.sütkötőjelteja.hu.